Halálos motorbaleset történt Solt közelében csütörtök délután. Információink szerint az 51-es számú főúton a Bács-Kiskun megyei Solttól mintegy 4 kilométerre egy személygépkocsi és egy motorkerékpár összeütközött. Helyszíni információink szerint mindkét jármű Solt felől Harta irányába tartott, amikor a motoros több autó előzésébe kezdett. Ezt későn észlelhette a személygépkocsit vezető férfi, aki szintén előzni akart az előtte haladó autót, aminek következtében összeütközött a motorossal. A két utas lezuhant a járműről, a motor pedig az árokba csapódott. A hátul ülő 20 év körüli hajósi lány azonnal életét vesztette, a kiérkező mentők már nem tudtak rajta segíteni. A motorkerékpárt vezető, szintén 20 év körüli fiatalembert súlyos sérülésekkel szállították a kecskeméti kórházba. A helyszínen is idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták a főutat, a forgalmat Dunatetétlen irányába terelték.